azt az örömöt és azt a csillogást a szemekben látni, az egy hatalmas élmény is. Mondja a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulója. Kovács Tamás a tavalyi ajándékozás élményeit idézte fel. Dreára, Kevibe és Törökfalura vittük. Na most ezeket a dobozokat egy műsor keretein belül adtuk át a gyerekeknek, és én azt gondolom, hogy sikert könyvelhettünk el. A dobozokat édességgel, játékokkal, tisztálkodási szerekkel és taneszközökkel kell megtölteni, és becsomagolni őket. Meséli az egyik negyedikes tanuló. Idén 150 dobozra számítanak. Idén elkészítettem igen otthon a két dobozt, egy kislány és egy kis ő részére. Sajnos még nem hoztam be, mert ilyen feledékeny vagyok. Az idei ajándékokat december 17-ig bárki átadhatja az iskola recepcióján. A tanulók pedig hajdújárásra, Dreára és Kevibe viszik majd őket. Az akció eredetileg Angliából indult a II. Világháború után. Egy idős hölgy küldte el akkor cipős dobozba csomagolt ajándékait egy szegény sorsú gyermeknek. Nyugat-Európában azóta számos követői akadt, az évtizedek alatt munkahely, iskola is bekapcsolódott az akcióba.